A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Megtartott a évadnyitó sajtótájékoztatót az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Már beszámoltunk róla, a klasszikus zene kedvelőit idén is változatos, magas színvonalú előadásokkal várják. Itt Székesfehérváron természetesen a bérletes előadásokról majd külön beszámolunk, amit megtettünk egyébként kivonatosan. Most a következő időszakban beszélgetünk a zenekar vezetőivel, Ruf Tamás igazgató már itt volt velünk, most pedig vendégem Lobsai Péter művészeti vezető karmester, tisztelettel köszöntelek, szervusz! Köszönöm szépen! No, mielőtt azonban szó esne erről, természetesen ott volt a sajtótájékoztatón Cserpakovics András polgármester úr is, és egy rövid gondolatsorban elmondta, hogy mit vár ettől az esztendőtől, úgyhogy nézzük meg együtt. Egy évadnak a kezdete az mindig ünnep, beharangozó sajtótájékoztató is az, hiszen ezután ismerhetik meg az érdeklődők, a koncertre járók, hogy mi az, amire számíthatnak a következő hónapokban, és szerencsére az Alba Régia azt időben megteszi, hogy tájékoztatja is őket, hiszen hosszú-hosszú hónapokra előre, már a 2025-ös év egy bizonyos részére, tavasz időszakára is láthatjuk, hogy hol, mikor és milyen koncertekkel lehet majd elmenni, és szerintem érdemes lesz ezekre a koncertekre elmenni, mert valóban, ahogy a kérdésben is megfogalmazódott, az elmúlt három év egy egyértelmű és töretlen fejlődésről szólt, és Ruf Tamás igazgató úr személyében és a mögött álló szakmai csapat is megkapta a bizalmat arra, hogy a következő öt évben ezt az építkezést, ezt a folyamatos fejlődést jelentő eredményező munkát folytatni tudják. A stabilitás tehát megvan, és biztos vagyok benne, hogy a koncertek szépsége, gyönyörű élménye is meg lesz. Az épülethez is hozzá fog nyúlni, ahol a zenekar dolgozik, a mindennapokban a próbákat végzi, de jelentős felújítást fog kapni, és remélem, hogy tudunk előrelépni a zenészek megbecsülése, illetve az eszközök, hangszervásárlás tekintetében is. Ez volt, és ez jellemezte az elmúlt időszakot, és bízom benne, hogy ez lesz jellemző a következő évekre. És egy dolgokra kérem a fehérváriakat, a zeneszerető embereket, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar megérdemli a bizalmat. Higgyel mindenki, aki jegyet vásárol, ezekre a koncertekre nagy élményben lesz része, szép élményekkel, értékekben, gazdag másfél-két óra eltöltése után fog hazamenni, úgyhogy érdemes jönni, jegyet vásárolni. Nincs kétségem felőle, hogy ez így lesz. Egy rövid gondolatsor. A zene lelket ad az univerzumnak, szárnyakat az elmének, repülést a képzeletnek és életet mindennek. Ki gondolta volna, hogy Platón ilyen gondolatokat fogalmaz meg annak idején? Hát igen. Nos, hát az évad műsoráról kérdeznélek, annál is inkább, mert az elmúlt három esztendőben megerősödött a klasszikus zenerajongók táborai Székesfehérváron is. Olyan műsorok voltak, amelyek azt hiszem, hogy bizonyították, hogy igenis szükséges, és hát a töretlen fejlődés záloga nem más, mint egy olyan évad, amelyet kitűztetek, és amelyet nincs kétségem felőle, hogy meg is fogtok valósítani. De egy kicsit előtte, mielőtt az évad Farkas Ferenc bérlet sorozat, meg a többi somorjai, illetve a karácsonyi újévi évad záró, hiszen megvan teljes egészében itt a program, amit azért gyorsan megmutatok. Ezt gondolom, kedves nézőink is látták. Beszéljünk a bővülésről, egyik oldalról a művészi, a másik oldalról a hangszerállomány bővüléséről, hiszen ez alapvetése mindenképpen egy zenekar mindennapjainak. Messze menően így van, és valóban ezek az infrastruktúrális adottságok azok, amik nagyban befolyásolják azt is, hogy mi az, amit vállalunk a műsorpolitikában. Amikor elkezdtünk 2021-ben közösen dolgozni Tamással, Dobri Dániellel, Szabó Balázssal és a teljes zenekarral, akik már ugye jóval régebb óta, sokan akár évtizedek óta tagjai voltak a zenekarnak, akkor világosan látnunk kellett azt, hogy hol tart az együttes intézményes szempontból, művészi szempontból, hogyan viszonyul ez Székesfehérvár
közönségének az igényeihez, a termeknek az adottságaihoz, és ezeknek az összességéből alakult ki az alapvetés, hogy igyekezni fogunk a megyeszékhelyi zenekarhoz méltóan a klasszikus zenei törzs repertoárból válogatni, amelyen belül viszont elhelyezzük magunkat országos összevetésben is, és minden említett szempont alapján fő fókuszunknak a bécsi klasszikát és a kora romantikát tűztük ki, amellett, hogy természetesen a kortárs zenétől a barokkig, vagy ha kronológiában mondjuk inkább fordítva, a baroktól a kortárs zenéig lesznek kitekintéseink, a különös hangsúlyal a kortárs zenén. Ehhez képest, ehhez a 2021-es megállapításunkhoz képest a három év alatt megtörtént több lépcsős bővülés eredményeképpen most 10,5 státusszal nagyobb a zenekar. Mint ez három. Egy fontos? Ez egy nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy ez megtörténhetett. Egy olyan időszakban, ami Covid-dal volt terhelt, egy olyan időszakban, amikor elég komoly infláció terhelte meg az ország és a város gazdaságát. Óriási dolog, hogy mi ebben a három évben ennek a kiemelt fenntartói figyelemnek köszönhetően ezt meg tudtuk lépni. És ez most jelentkezik már az idei év műsorpolitikájában, mert azt láttuk, hogy Székesfehérvár közönsége és a mi zenekarunk adottságai olyan szempontból nagyon aktívan találkoztak, hogy a nagy romantikának, a késő romantikának a világa az egyfelől ezzel ennek a nagyon energikus és tüzes előadói együttesnek kimondottan jól áll, és azt láttuk, hogy erre Székesfehérvár közönsége is nagyon intenzíven és nagy örömmel reagál. Úgyhogy a mostani évadunk műsorának az újdonsága, az ennek a bővülésnek a lenyomata, és az, hogy olyan művek lehetnek rajta, mint Bruckner 4. szimfóniája, Berlioz fantasztikus szimfóniája, vagy a Schumann 3. szimfónia, vagy a Brahms 4. szimfónia, vagyis, hogy a kora romantika fókuszát egy kicsit kijebb tudtuk nyitni, és nagyobb arányban tudjuk a nagy romantikát is játszani. Természetesen erről is beszélünk, de egy kicsit a hangszerpark változásai, hiszen ezek Igen. is segítik a színvonal növelését, illetve megtartását. Így van. Ugye a zenekari hangkép, ami tulajdonképpen egy zenekarnak az identitását adja, az, hogy ez jól beazonosítható legyen, jól elképzelt legyen, koherens legyen, és változatos, szerzőnként változatos, változni képes, ez talán az én egész karmesteri pályámnak a legfontosabb állítása. És ez valóban csak akkor valósítható meg, hogyha úgy, ahogyan mi itt az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral csináljuk, ez egy hosszú távú, hosszú évekre szóló együttműködés, mert ez egy műhely munka, egy folyamatos csiszolódás, csiszolgatás, folyamatos oda-vissza egyeztetés, egymásra reagálás, hogy ez a hangkép ez fölépüljön. Ezt vendégkarmesteri meghívások sorozatával nem tudja az ember megvalósítani, és ennek egy nagyon fontos eleme az, hogy melyek azok a hangszerek, amelyeken játszunk, melyik az a terem, amiben játszunk, és most mi ennek a hangszerpark oldalán tudtunk a tavalyi év végén egy meglehetősen nagyot előrelépni, amely nem emlékszem a pontos számra, de 12 vagy 14 vonót jelentett, ami meglepően sokat számít egy vonós hangszer megszólaltatásában a hangszínben, de vásároltunk egy nagyon jó minőségű új kürtöt is, egy kitűnő új fagottot, még ezzel az adaggal ettől korábban, ezt megelőzően egy nagyszerű mesterbőgőt vásárolt a zenekar, és ezek mind olyan hangminőséget tesznek lehetővé, amely természetesen végső soron már a játékoson múlik, de az elméleti lehetőségét megteremti ez a hangszerpark annak, hogy egy nagyon csiszolt és nemes hangzása legyen az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik megszólaltatják ezeket a hangszereket. Azt hiszem, hogy összeállt ez a csapat teljes egészében. Itt Ruf Tamással arról beszélgettünk, nyilván Bújtor Balást és Sírosfai Csengét emlegettük Igen. első körben, de azért valamennyi ágon ott vannak azok, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a közönség immáron, én azt gondolom, hogy olyan, mint másutt, hozzászokott a szimfonikus zenéhez, és egyre többen járnak. Ehhez viszont kellenek
olyan, tehát kell olyan műsorszerkezet, ami ezt megerősíti. Az idejében például, ugye, és erről kell, hogy beszéljünk, a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy gyakrabban fogunk látni ez a közönség, illetve hát a zenekar vezetésének az egyik alapvetése volt erre a szezonra. Igen, az én személyes szerepvállalásom úgy fogalmazhatnám meg, hogy egy múlt századi típusú művészeti vezetés. Ugye a tavalyi évben 12 hangversenyt vezényeltem a zenekarnál, ennél most több lesz, de azt állapítottuk meg erre a 12-re, ami egyébként országos és európai összevetésben is kiemelkedően magas még mindig. De az ennél korábbi években ennek a duplája is megvalósult, és ez az intenzitású együttműködés, ez egy olyan dolog, amely azt gondolom, hogy a zenekarépítésnek egy nagyon fontos alapköve, ugyanakkor nem divat manapság. Tehát, hogyha szétnézünk az országban vagy Európában, akkor azt látjuk, hogy egy művészeti vezető 4-8 programot vezényel egy zenekarnál. Nálam 12 volt, nálam és nincs kétségem felül Szegeden ugyanezt szerették volna, vagy szeretnék. Hát az egy teljesen más típusú. Az egy más világ, igen. Igen, ugye a színházi működés. Nekem egy nagyon nagy öröm, hogy most ez az évad ettől a 12-től ismét fölfelé lépett. És bevallom őszintén, hogy bennem van egy ilyen óvatos mértéktartás, mert pontosan tudom azt, hogy a zenekarnak és a közönségnek is nagyon fontos az, hogy izgalmas vendégkarmestereket is lássanak, és legyenek ilyen együttműködések. Úgyhogy az utolsó lépcső az én részemről ennek az évadnak a megalkotásában az volt, hogy a Farkas Ferenc hangversenysorozatnak a 4. alkalmát is vállalom-e, és végül az, hogy Ruf Tamás és Szabó Balázs erre rábeszéltek engem, nagyon-nagyon örülök, hogy sikerrel jártak, mert így valóban egy olyan komplett menü alakult ki az együttműködésünkben a zenekar és a saját magam viszonylatában, amivel lényegében minden stílusban fogunk találkozni. Igen, hát éve van a történetnek, annyi szent, neves közreműködékkel azért tegyük hozzá, mert az nagyon-nagyon fontos, hiszen szeptember 16-án hétfőn kezdődik a Farkas Ferenc bérletsorozat, és akkor már is Dobri Dani, a kortárs művészeti vezetőnk egy darabja, Mahler Brahms és Szél Pál Szilveszter énekművész. Tehát ez már meghatározza azt hiszem az egész évet. Abszolút így van. Benne van ebben az egy programban is az a célzott széles látókörűség, amit remélhetőleg azért minden programon belül összeköt valamilyen tudatos kapocs. Tehát igyekszünk nem csalamádét játszani, hanem mindig egy ívet a koncerteken belül is, és a sorozatokon belül is. És még a másodikról beszéljünk, mert utána már csak januárban lesz a Bruckner, a Dalnok és a Költő, az novemberben Wagner, Dohnányi, Schumann és Petrus Bölöni Áron Gordonka művész lesz a vendég. Azt hiszem, hogy ez is egy kiemelt találkozó, és azért erről külön kérdezlek, mert ugye a Vörösmarty, tehát több helyen van ez a koncertsorozat, mint tudjuk, ez a Vörösmarty Színházban természetes, hiszen az mindig nagy érdeklődésre tartott számot, mármint a Farkas Ferenc sorozat. Tehát ez az egész, viszont a Somorjai sorozatban is lesznek olyan darabok, a Reflektorfényben, illetve a Beethoven tavasza, ami szintén a tiéd. Ez hogy kerül választásra, kiválasztásra? Kezdjük talán az elején, hiszen az októberben van a Reflektorfényben, és ott is egy olyan vendégsor, hogy azt hiszem, hogy mindenki csettint. Igen, a Reflektorfényben koncert, ezt igyekszünk minden évben megvalósítani. Sajnos elmaradt az előző évadban, de most pótoljuk. Ez az a koncerttípus, amikor a zenekarunknak a hangszeres művészei szólista szerepkörben is megmutatkozhatnak. És mind Kovács Gergely, mind Bújtor Balázs, mind Dávid József, mind György Attila folyamatosan mutatják azt a minőséget, ami a zenekari hangzást szépé teszik. És az, hogy itt most versenyművet is játszanak, ez egy különleges helyzet, és ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy
hogy ezeket a típusú kvalitásokat is minden évben megmutathassuk. Úgyhogy minden évben megpróbálunk a zenekarból úgy keresni erre vállalkozó művészeket, hogy a lehető legtöbben próbálhassák ki. Azért emeltem ezt ki egyébként, mert ugye itt vannak ők négyen, és ugye a bevezetőmben Bújtor Balást és Ilosfai Csengét említettem, de azt hiszem, hogy valamennyi hangszeres szólista méltán kiérdemli a figyelmet. Arról nem beszélve, hogy ez a Szent István Művelődési Házban van ez a sorozat, és az kellően bensőséges hangulatú ahhoz, hogy még inkább elmélyedjenek. Egyébként így most mellékszálként, mi a tapasztalatod, mennyivel nőtt az alapközönség? Azt tudjuk, hogy a zenekar székházában nagyon sok fiatal sikerült megszólítani, de általában akik a Szent István Művházba, illetve a Vörösmarty Színházba járnak, az mennyit változott? Igen. Az tetten érhető-e? Megvannak az egészen pontos számaink a fizetőnézőszámra, a teljes nézőszámra, ami az ingyenes koncerteknek a látogatóit is önmagába foglalja. Nem merek teljes biztonsággal mondani pontos számokat, de a növekedés teljesen egyértelmű. Tehát a zenekarok kiemelt minősítéséhez szükséges egy bizonyos szintet minimálisan teljesíteni. Ez 2021 óta biztos, hogy megvan, de egyre magasabban. És ez a nézőszám hál' Istennek folyamatosan emelkedik. Az én számomra a leglátványosabb a Somorjai sorozatnak a látogatottsága. Úgy alakultak a program típusaink, hogy mostanra a Somorjai sorozathoz is szervesen hozzátartozik az, hogy ha nem is hosszan, de bízom abban, hogy lényeglátóan igyekszünk a fellépők közül valaki olyan személyes élményeket és olyan magyarázatot társítani az előadott művekhez, ami ezt az általad is említett bensőséges kapcsolatot tovább erősíti. És valahol itt volt egy olyan fordulópont a Somorjai sorozatnak a látogatottságában, ami mostanra az egyik legbiztosabban értékesített koncert. Tehát ez megerősít nyilván. Abszolút. És igen. Nagyon fontos, amit mondtál, hogy fajsósan jelenik meg a romantika, mert azért valljuk meg, hogy a klasszikus zenebarátokat is megszólíthatóak a romantikával. Igen. Viszont amire még szeretnék kérdezni, hiszen teli találat lett Dobri Daninak az a sorozata, amelyben a zeneszerzőket mutatja be. Nyilván ott vagytok mindnyájan, viszont kiderül, hogy a Töpörtyűktől Nagyocskákig, tehát az általános és középiskolásoktól egészen a felnőttekig is lubickolnak tulajdonképpen ebben a történetben, hiszen olyan emberi vonásokat ismerhetnek meg, amelyek egyediek. Igen. Tehát azért valljuk meg, hogy bármelyik művészeti ágat nézzük, azért a zenekarok tagjai különlegesek. Igen. Dani nagyon azt gondolom, hogy közérthetően és ugyanakkor informatívan beszélget ezeken az esteken a szerzőkkel. És ez most tulajdonképpen ebben a pillanatban fogalmazódik meg bennem, hogy Dani pontosan azt célozza, és azt teszi ezeken az alkalmakon, mint amit én interakció nélkül próbálok a Somorjai sorozatban. Ugye az nekem is egy kimondott célom, hogy kézzel foghatóvá, emberközelivé tegyük a már nem élő szerzőket, akkor is, hogyha 300 évvel ezelőtt éltek, és én is igyekszem úgy mesélni róluk, hogy a lehető legszemélyesebbnek érződjön a találkozás. Dani pedig ezt magukkal, a szerzőkkel tudja megtenni. Igen, a kortárs szerzők. Így van, úgy nyitja ki az ő gondolkodásukat, lelkületüket, hogy teljesen más füllel hallgatja utána az ember az általuk leírt hangokat. Tehát az elmúlt három esztendő bizonyította, hogy az a bizonyos közös gondolkodás, ez a jelző szerkezet, illetve tervezős lehetőségei, azok nagyon is valóságosak voltak. De ehhez viszont, tehát minden koncert tulajdonképpen ünnep volt számunkra, zeneszeretők számára, ehhez viszont nagyon is kellenek a hétköznapok. Most már úgy tűnik, hogy az önkormányzat szerepvállalása
továbbra is megmarad. Nyilvánvaló az a fajta támogatás, ami a zenekar szintlépésének köszönhető, az szükséges. Tehát ez most már kellő jövőképet biztosít minden zenész, illetve a általában a szimfonikus zenekar dolgozói számára? Egyre jobb a helyzet, és valahogyan egy olyan ütemben történnek ezek a folyamatos pozitív változások, ami azt kell, hogy mondjam, hogy motiváló, azt gondolom, hogy mindnyájunk számára. Szükséges is, de nagyon motiváló is, és tulajdonképpen akár, hogyha a gyakorló termeinknek a számát nézzük, akár a már említett hangszerpark növekedést, akár az olyan technikai eszközöket, mint ami az irodán szükséges, számítógép, telefon, egyebek, amelyek az a napi értekezleteknek, tervező alkalmaknak a meglétét biztosítják. Ezeknek a tekintetében egyre kényelmesebbek a lehetőségeink, és nagyon bízom abban, hogy ezt a bizalmat meghálálva mi is ennek a tervezési, működtetési oldalnak is egyre szebben tudunk majd megfelelni. Arról nem beszélve, hogy maga az épület kívül és belül is megszépül, tehát én azt hiszem, hogy érdemes lesz majd ellátogatni. Igen. Nos, én búcsúzóul talán az egyik legfontosabb gondolatodat szeretném idézni. Azt mondtad, hogy az évadban elsődleges értékként magát, a zenekart kínálhatjuk a közönségnek. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan mondat, amit érdemes megjegyezni, és természetesen számunk kérjük, de nincs kétségem felőle, hogy ez így lesz. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél. Természetesen ott leszünk, és beszámolunk ezekről a koncertekről. Köszönöm. Nagyon köszönöm, szépen. Én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. A sorban Ruf Tamás igazgató után az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, vezetőkarmestere Dobszai Péter volt a vendégem, és az idei szezon kiemelt eseményeiről és nagyon sok minden másról is beszélgettünk. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.